Újabb videóban üdvözlök, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Megpróbálom a legjobb parkoló őri tudásomat. Kipróbáljuk ezt a munkát, milyen ott egy méhecske rajta. De még egy-két dolgot össze kell szednünk a pólusban, egy biztonsági mellényt. De inkább jó lesz munkához. Azért ilyen extrém munkát mi nem végzünk. Itt lesz? Köszönjük szépen. Nem is drága az ára egyébként, szerintem teljesen jó. Köszönjük. Kell kettő? Kell kettő, szerintem nem. De várjál már. Egy darab 1000. Van az 1290-es. Várjál, ez le fog esni. Meg van az 1790. Köszönöm. Ön szerint melyik a jobb egyébként? Ez vagy ez? One eternity later. Mi a különbség a kettő között? Nem, az egyik 1790, a másik 1290. Na, jó lesz ez, jó lesz ez. Itt tudok fizetni is, ugye, bocsi? Igen. Most mindjárt köszönöm. Betetszük mérni a méreteket? Hát, nem tudom, kéne, hogy olyan kéne. Igen. Nem merek az, vagy nagyobban menni, ha esetleg nem. És jó lesz? Hát egy picit nagyobb, mint 40 centi. És levágja a végét, vagy valami? Hát attól ott a legtetején vannak a legkisebbek. Mindig én 166 vagyok, és mindig, ami kell, az mindenre magas. Én sajnos nem értem meg, mely magas vagyok, érti. Útközben észrevettek azt, hogy ez lehet azért volt csak 1300, mert kisebb méret, de mivel a pólóm is kisebb méret, szerintem meg leszünk. Ugye egy szívást kaphatnék? Nem. Igen? Nem. De miért? Hát mert ne szívja délutánom. De nekem az nem baj. Nem. Szóval kaphatok? Jó, mindegy. Szép napot! Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help. Hölgyem! Ez itt lehet nem lesz jó, mert itt egy megálló a busznak. Jó, hát nyilvánok. Köszönöm szépen, csak tudja, munkámat végzem. Persze, abszolút. Nem, tök jogos, úgyhogy köszönöm. Még nem szeretném, hogy itt probléma adódjon meg. Persze, bármi. Hát attól félek, hogy szerintem ez itt a Homestiának a kiárója. Lehet az lenne a legjobb, köszönöm szépen. Jó napot kívánok, uram. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy itt a, kicsit úgy látom, mint hogyha a sávakon állt volna meg, ez lehet egy problémát jelent. Vagy nem tudom, most érkezett, vagy most? Azért valószínűleg volt kővel ott. Ja, látom, látom, csak megértem, de az a gond, hogy nekem muszáj a munkámat végeznem. Egy nevet szeretnék kérni. Ez most komolyan gondolja? Mi a probléma? Az, hogy a két sávon kívül állt meg. A jelölt sávon kívül. Hol látja itt a felfestést? Én itt látom az egyiket, uram, és ott látom a másikat. Ebben nem a kettőben is. Én tudom, de... Tudom, uram, de ezért kell oda tekintőnek lennie, és nem tudok mit csinálni, ez a szabály sajnos. És mit szeretném? De mondja meg, mit hát, szeretném. Igazából... Akkor én lefékezem, jó? Szerintem ez csak egy pénzsággal fog járni, és annyival megúszza. De mondjál, hogy mit szeretnék megbírni. Hogy nem látszik a felfestés. Ha úgy látszana a felfestés, mint ott, amikor az ember betolat és nem akar rámenni a főre, akkor megértem, hogy maga vacakó. Hol látja itt a felfestés? Tehát fényképet... Várjon akkor... Uram, a pólusra szeretné fogni akkor ezt? Pólusra. És azért álltam minden felfestésre. Akkor a felfestésre szeretné fogni az ön hibáját? Szórakozunk egymással. Kicsit szálltam az autóból, elmentem odáig és visszajött. Hát nem a helyen van a probléma, hanem csak a megállásával. Hogyha az lenne, hogy itt 5000 ember beszeretett volna állni, akkor megértem, hogy itt vacakom. Mutassa a jogosítványát, vagy valamit, amit... Tessék, uram, itt van. Jöjjön ide, uram, kérem. Ezt küldte el nekem a pólus. Milyen fénykép ez? Hát ne hülyeskedjen már. Parkolás és rendelmi szolgálatot. Na jól van, most az egyszerre elengedem önt. Volt egy ember, aki még azóta fotózgatja a vonalat, meg a kocsijának a környékét, és aztán engem is le akart fotózni, ezért most elmenekültünk. Bízunk benne, mire kimegyünk, már elhúzza a csíkot. Jó, de belülök a kocsiba utána. Jó,
Én meg csak oda lennek. Ne. Mert nem akarok. Most indul. Uram, kell valamilyen segítség? Nem kell, köszönöm. Házzal jöttem, hogy segítsek. Valami probléma van a motorházzal? De nincsen semmi probléma. De őszinte leszek, igazából azért jöttem, hogy megnézem, mert gyanús tevékenységet folytatott a parkolóban. Igen, és mit? Szabad tudnom. Illegális motorhajtás. Motorhajtás? Most szerintem... Milyen motorhajtás? Úgy mégis. Vagy most már itt hagyja az autót? És ez magának ez miért fontos? Csak kérdezem, mert én vagyok itt az ő parkolóőr, és mindenkitől megkérdezem, hogy mi a helyzet. Ja. Ja, azokra gondolok, akik itt szoktak itt szórakozni, ugye? Meg tölteni a kocsikat. Hát nyilván, de jó, akkor értem. Ön nem ilyen, ugye? Nem, dehogy is, az itt a kulcs. Hogy itt babrálta valakinek a kocsiját is. Hölgyem! Hölgyem, én vagyok az jobb oldalt. Csak lenne egy kérdésem. Le tudnál húzni az ablakot egy pillanatra? Hölgyem? Vagy uram, megkérdezhetem, hogy körülbelül mennyit keresnek egyébként az ételkiszállítók? Ez nem jó kölcs. Ez egy nagyon erős outro lesz. Készüljetek! Most meg megtörlöm szerintem a számot. Lányok, ti lesztek a videó végében, gyertek, táncoljunk! Lá, nyugodtan jöttek, fiúk, hogyha fiúk vagytok. Nem TikTok, YouTube. Olyan, mint a TikTok. Na, mindjárt jön a drop, készüljetek! Gyerünk! Igen, ez a zene. Gyertek! I'm fearless! I'm fearless!